Vannak, akik egész évben, csendben, elhivatottan dolgoznak az elesettekért, a fogyatékosokért, a szegényekért, de van egy nap a naptárban, amikor őket ünneplik, november 12-e, világszerte a szociális munkanapja. A szociális munkanapja azonban nem ünnep, hanem főhajtás a szeretetorvoslás elhivatott robotosai előtt. E világnapon köszöntet mondanak azoknak, akik vállalják embertársaik segítését, képesek másokért, mások emberi méltóságáért dolgozni, és akik intézményekben, hivatalokban, utcákon, tereken, melegedőkben, idősek, betegek otthonaiban segítenek a rászorulóknak. A szociális munkás hivatást azok választják, akikben erős szándék él a kapcsolati, érzelmi és megélhetési problémákkal megküzdeni nem tudó személyek, családok és közösségek segítésére, erőforrásaik mozgósítása, érdekérvényesítő képességük, személyközi viszonyaik, kommunikációs készségük fejlesztése révén. A szakmai identitás erősödését jelentette, hogy a Szociális Munkások Nemzetközi Szervezete 1997. november 12-ére hirdette meg a Szociális Akció Nemzetközi Napját. 2000-ben az országos sajtóban a november 12-i dátum már úgy jelent meg, mint a Szociális Munka Napja. A megyék és városok, települések szociális szakmai díjakat alapítottak, és ezen a napon az ország számos pontján emlékeznek meg azokról, akik hivatásként választották a segítést. A fővárossal egy időben a Szociális Munka Napjának legitimációjakor indult el Sümegen is az ünneplés azokról, akik a város lakossága szociális helyzetének javításán dolgoznak. A Szociális Munka Napja alkalmából került megrendezésre az első szakmai nap 2000. november 10-én, ahol is a segítő munka értékeiről, a szakmában dolgozók pszichológiájának kérdéseiről beszélgettünk. Ettől az évtől kezdve koszorúzzuk meg Ramazette Vince szobrát, ezzel adózva a Ramazette család odaadásáért, a város elesetjeinek segítéséért, feltolásáért. Mi, akik a szociális területen dolgozunk, tudjuk, akkor végezzük megfelelően hivatásunkat, ha munkánkban érvényesíthetőek a szakma alapértékei, az etikai alapelvek, a legelsőbbek védelme. A tényleges minőségi munkavégzésünk pedig elengedhetetlen a partnerség minden olyan szervezettel, amelyek a társadalmi problémák kezelésében vesznek részt. Tudjuk, akkor dolgozunk jól, ha az előítéletmentesség, az empátia, az elfogadás és a megértés hatja át munkánkat. Ha klienseink érdekében megteszünk mindent tőlünk telhetőt, és ha a megerősítés és az elnyomások megszüntetése része a mindennapi munkánknak. Tudjuk, akkor dolgozunk jól, ha az adminisztráció és a személyes kapcsolaton alapuló munka aranyosságát valósítjuk meg. Ha a kliensek érdekeit képesek vagyunk felismerni és velük együtt érvényesíteni. Ramazette Vince, Cseh László, Dr. Lukonics Gábor és Sümeg további mecénásai ótevői előtt is kislegve hallgassátok meg Assisi Szent Ferenc imáját. Uram, tégy engem a te békéd eszközévé, hogy ahol gyűlölet van, oda szeretetet vigyek, ahol sérelem, oda megbocsájtást, ahol széthúzás, oda egyetértés, ahol tévedés, oda igazságot, ahol kétség, oda hitet, ahol kétségbeesés, oda remény, ahol sötétség, oda világosságot, ahol szomorúság, oda örömet. Hogy ne vigaszt keressek, hanem vigasztaljak, hogy ne megértést keressek, hanem másokat értsek meg, hogy ne engem szeressenek, hanem szeretetet nyújtsak. Mert amikor adunk, akkor kapunk. Mikor megbocsájtunk, nyerünk bocsánatot, mikor meghalunk, születünk meg az örökké valóságra. Szociális munkanapi rendezvényünk kezdeteként ma is, mint minden évben, hagyományosan, mivel fontosnak tartjuk az emlékezést, koszorút helyeztünk el Sümeg jótevőjére, és egyben megemlékeztünk mindazon helyi polgárokról, akik önzetlenül segítették a város szegényeit, elesettjeit. Szeretném fölkérni polgármester urat, köszöntőjének megtartását. Nagy öröm számomra, hogy ennyi kedves arcot látok itt.
és nem csak a munkában vagyunk együtt, hanem ünnepelni is együtt tudunk. Hát sajnos, hogy a szociális munkára szükség van. Nagyon nagy baj az, hogy egy olyan társadalomban élünk, ahol még mindig nagyon sok az elesett ember, de hát ha van, akkor meg kell tennünk mindent, hogy segítsünk rajtuk. A legnehezebb hivatást választották önök, hiszen a szociális munka nagyon sokrétű. Nem csak az embernek a fizikumával kell foglalkozni, hanem a lelkével is kell foglalkozni. És azt hiszem, hogy talán nem mondok nagyon nagy sületlenséget, hogyha azt mondom, hogy ez a legnehezebb. Sokkal egyszerűbb egy tál ételt kitenni az emberek elé, mint megnyugtatni azt az idős embert, aki már mindentől retteg, főleg az elmúlástól, főleg a betegségtől, főleg a társtalanságtól, és főleg a kilátástalanságtól. Hiszen egy olyan társadalmi életet élnek az idősek, még akkor is, hogyha itt ebben a városban önökön keresztül tényleg az egész város melléjük áll, mégis egy olyan lelki állapotba kerülnek az emberek időskorba, amikor teljesen kiszolgáltatottak. Teljesen, ahogy szokták mondani, a második gyermekkorba kerülünk ilyenkor, és bizony nagyon kell a segítőkéz, és nagyon kell, hogy az emberek mellé úgy álljunk hozzá, hogy jó szóval is. Ahhoz viszont önöknek nagyon erősnek kell lenni. Nem mindegy, hogy milyen társadalmi hátterük van, milyen családi hátterük van. A szociális munkásokat a társadalomnak meg kell becsülni, meg kell becsülni anyagilag is, meg kell becsülni erkölcsileg is, hiszen önök, ahogy mondtam, nem csak a testtel foglalkoznak, hanem a lélekkel is. Nem mindegy, hogy milyen családi háttér van, hiszen egy jó családból jövő szociális munkás, aki az emberekkel foglalkozik, sokkal könnyebben tud foglalkozni az emberrel, hogyha van egy biztos családi háttere. Én azt gondolom, hogy mindannyiuknak szinte tréningezni kell a saját lelküket is, hogy nap mint nap meg tudjanak küszködni ezekkel a problémákkal, azokkal a feladatokkal, amelyeket önök vállaltak. Hiszen biztos, hogy a konfliktusok hegyeivel találkoznak, mert nagyon szép elmondani a szociális munkáról, hogy igen, segítünk, milyen szép, támogatjuk az embereket, de nem mindig hálásak a támogatottak, és bizony nem mindig türelmesek a munkásokkal. És van, amikor nagyon keményen és nagyon durván is meg tudják sérteni azokat, akik jót akarnak azoknak az embereknek, akiket éppen támogatnak, vagy akiket segítenek. Tehát nagyon sok olyan árnyoldala is van a szociális munkának, amelyekkel önök nap mint nap találkoznak, de én ezt nem szeretném mecsetelni, hiszen ma ünnepelünk. Önöket köszöntjük, meg szeretném köszönni önöknek azt a sok-sok jóságot, amelyet hoznak a világba, amelyek az önök lelkéből fakadnak, hiszen ahhoz, hogy valaki ezt a munkát végezze, nem elég csak az, hogy belépjen egy ilyen szolgálatba, egy ilyen munkahelyre, nem elég, hogy minden nap bejöjjön, hanem minden nap fel kell készülni arra, hogy olyan emberekkel fognak találkozni, főleg a pályakezdők, akik először biztos, hogy megrettennek a problémákat, és azt mondják, hogy Úristen, én a családban, vagy ismerőseim körében ilyennel nem találkoztam. De önök találkoznak, minden nap meg kell küzdeni a napnak a maga harcaival, azokkal az apró kis problémákkal, amelyeket önöknek le kell magukba győzni, ahhoz, hogy tudjanak segíteni az embereknek. Sümeg város nevében, önkormányzat nevében szeretném megköszönni önöknek az áldozatos munkát. Azt a munkát, amelyet végeznek nap mint nap, és arra kérem önöket, hogy legyenek kitartók, legyenek türelmesek a munkába, hiszen akiket önökre bíztak azok az emberek, ha nem is tudják eléggé megköszönni, de valahol majd azt gondolom egy piros pontot önöknek felírnak, ami jóságot tesznek, és én bízom benne, hogy egyszer a társadalmunk is minél jobban megbecsüli majd az önök munkáját, az egészségügyi dolgozók munkáját, hiszen aki az emberrel foglalkozik, és a lélekkel foglalkozik, annál nemesebb feladatot nem lehet elképzelni. Mert minden dolog, amit elkövetünk a világban, azt helyre lehet hozni egy bocsánatkéréssel, de azt gondolom, hogy minden dolog, ami megtörtént, az ott marad. Az lenyomatódik a lelkünkbe, és az ott marad örökre, és az emlékeinkben legalábbis ott van. Egyszer azt mondta nekem valaki, hogy ő olyan, hogy
Ha valaki őt megbántja, akkor ad neki egy fekete pontot. Ez a fekete pont lehet kisebb vagy nagyobb, de piros pont nem lesz belőle. Ez az ember, ez nagyon racionálisan gondolkodó ember volt. Én azt kérem önöktől, hogyha munkájuk során ilyennel találkoznak, felejtsék el, adjanak piros pontot, és új lendülettel tudjanak minden nap az egész munkával foglalkozni a hivatásukkal, mert önök ne felejtsék el, a legnemesebb dologgal foglalkoznak, a legnemesebb hivatásukban az emberekkel foglalkoznak. Szeretném megköszönni mindannyiójuknak ezt az áldozatos munkát, és munkájukhoz nagyon sok sikert kívánok, és ez nem egyszerűen munka, ez egy hivatás, és a hivatásukban pedig sok örömet kívánok. És a következőkben azt gondolom, hogy már ahogy jöttetek be, láttátok is az asztalon azt a pár szál virágot, hagyományunknak híven szeretnék köszönteni kollégákat. Ilyenkor a szociális munka napján szoktuk köszönteni azokat a kollégákat, akik az intézménynél dolgoznak 5-10-15 éve, és most is ezt szeretném. Egy kicsit talán udvariatlanul, de azt hiszem, hogy a hölgyek megengedik, hogy a kevés fiú közül fiút köszöntsek, és talán tudja is, hogy kiről beszélek, egy olyan fiatal embert, aki 15 éve van intézményünknél, és nem tudom megmondani nektek a munkakörét azon kívül, hogy van munkaköri leírása, és ugye szociális segítő is, meg gondnak is, de azt gondolom, hogy mondhatnám azt is, hogy szociális asszisztens, hogy szociális gondozó, hogy konyhás, hogy karbantartó. Azt gondolom, hogy mindannyian tudjátok, hogy kiről beszélek, hiszen ez a 15 évünk ilyen zökkenőmentesen, mint ahogy a működésünk ment, nem jöhetett volna létre, szokták volt mondani, a Lajos nélkül, hiszen nem csak a szakmai munkába, hanem a mindennapi működésünkbe is mindig rendelkezésünkre áll. És akkor még van két kolléganőm, aki ugyancsak 15 éve dolgozik az intézményünknél. Bebesiné Ibolykát szeretném kérni. Köszönöm szépen, és azt is köszönöm, hogy ezzel a úgy szintén nagy tapssal megerősítettetek abban, hogy az Ibolyka is mindenkihez kapcsolódik nálunk a sok-sok év alatt, hisz adminisztrátorként van nálunk, de az Ibolyka mindenkinek a gondját, baját, ügyét intézi, akár munkaügyi, akár más legyen, és mindemellett az ellátottak fele is úgy fordul, ahogy azt egy szociális munkásnak kell tenni. Én nagyon szépen megköszönöm a munkádat, Ibolyka, és kívánom, hogy ez után is így végez. Van még egy ilyen szép flamingunk, ami ugyancsak azt jelenti, hogy 15 éve dolgozik nálunk egy kolléganő. Nagyon sajnálom, de később fog tudni jönni. Őt úgy hívják, hogy Lánczky Csilla. Én nagyon sok szeretettel gratulálnék így is neki, de később akkor át fogjuk adni. Egészségügyi időpont van, és ezt már több hónapja kapta ezt az időpontot, és ezért nem tudott most itt a kezdetekre itt lenni. Hát a Csilláról mindenki tudja, hogy a kezdetektől családsegítésben, családgondozóként nagyon lelkiismeretesen, odafigyelve, szeretettel végzi a munkáját, és a családsegítő gyerekjóléti szolgálatunknak egy nagyon stabil, kemény, osztopos tagja. A polgármester úr is talán emlékszik rá, illetve a kollégák is, hogy amikor az idősek otthonában a 15 éves évfordulót tartottuk, akkor köszöntöttük őket, így
így most a csokornak a másik fele jönne, jó, számukra, hiszen azt gondolom, hogy itt együtt, mindannyiunk előtt is szeretném köszönetemet kifejezni a kollégák felé, hogy 15 éven keresztül az idősek otthonában olyan odafigyeléssel, szeretettel végezték a munkájukat. Betlenné Ágit sajnos nem tudom személyesen neki átadni egészségügyi problémája miatt, úgyhogy sok szeretettel gratulálunk neki, köszönjük a munkáját. Csendesné Edit. Illésné Évi. Istenesné Róza. Köszönöm szépen a munkádat. És ha jól láttam, akkor Viola Erika itt van, ugye? Mindannyiótoknak nagyon-nagyon megköszönném ezt a sok éves munkáját, és azt gondolom, hogy nem csak nektek, hanem maguknak, meg talán a város idősellátásába is kívánnám, hogy még sok-sok 15 évig köszönhessük úgy a kollégákat, hogy az idősek otthona gondozónői. És hogy kapuk tojás is legyen, legyen egy kis egészségügy is. A Kupovics Renátát is szeretném köszönteni. Nagyon szépen köszönöm a munkádat, és kívánom, hogy még sok-sok évig és ilyen szeretettel, meg lendülettel foglalkozzatok a gyerekekkel. Ugyan éveket nehéz lenne összeszámolni, hiszen tudjátok ti is, hogy a közfoglalkoztatás keretében egy év, fél év, két hónap, hat hónap, utóbbi időben többnyire két hónapos munkaszerződéseket kellett kötnünk, és ilyen formában és ilyen feltételek mellett dolgozhattak nálunk kollégák. De azt gondolom, hogy négy kollégát is nagyon fontos kiemelnünk, hiszen ők már sok-sok éve nem közalkalmazottként. Hangsúlyozom, kevesebb bérért, és nálunk dolgoznak. Úgyhogy szeretném köszönteni Ivanicsné Évát. És a Vid Icát. Ketten, Éva is, Ica is sok-sok éve a házi segítségnyújtásban, a város időseinek a mindennapi gondjaiba, problémáiba nyújt segítséget, és nagyon becsülettel helytállnak, hisz azt gondolom, hogy ez azt mutatja, hogy ennyi éven keresztül egyrészt, hogy szükségünk volt rájuk, a másik oldalról meg köszönöm, hogy ilyen körülmények között is itt vagytok közöttünk. Köszönöm! Két kolléganőt pedig az otthonból szeretnék, akik az otthonnak a munkája az idősek otthonához kötődik. Ott van. Belicki útfa. A Jutkával kapcsolatban annyit azért hadd súgjak meg nektek, hogy a Jutka tényleg komolyan gondolta, hogy szociális területen dolgozzon, hiszen önként vállalta, és most kezdte el a szociális gondozó és ápoló képzést teljesen önköltségesen. A másik kolléganőnk, Verebélyi Mónika. Mónika is több éven keresztül az otthonba, az otthon rendbetételébe, a mosogatásba, a takarításba, a tálalásba nyújt folyamatosan segítséget, és nagy szeretettel fordul ő is az idősek felé.
Én azt gondolom, hogyha megkérdeznék önöktől, hogy mitől szép az önök munkája, az olyan lenne, mintha megkérdeznénk, hogy mitől finom a pezsgő. A pezsgő attól finom, hogy van benne egy kis alkohol, van benne egy kis pezsgés, ilyen az önök munkája is. Legyenek olyan, hogy a jó pezsgő pezsegjenek a munkába, és a szeretet legyen egy kicsit az alkohol, és úgy elkávítja önöket is, és az önökre bizottakat is. Ebben a nehéz világban még egyszer szeretném önöknek megköszönni az áldozatos munkájukat, kedvességüket, és azt, hogy ilyen sok szeretetet adnak az önökre bizott embereknek. Isten éltesse önöket, kedves egészséget!